Mi nem veszik fel a gazdagok a kutyakakit? Tele van tolva végig. Mert az anyagi helyzet és a kulturáltság nem függ össze. Ja. Pedig tele van kutyakakis kukával. Igen, a kutyakaki kukás infrastruktúra és az összes... Jobban ki van építve, mint nálunk a 10-be. És a 10-be összeszedik rendesen? Ott össze. Ott az volt a probléma az Óhegy Parkban, hogy a gyerekek után a szaros pelenkát eldobálták a szülők, és a gyereket oda kakiltatták a kutyafutató mellé a bokorba. És így a kutyások fölrázadtak. Nálunk legalább nincs pelenka. Nincs. Na figyelj, azt akartam mondani, hogy tehát jók voltak a múlt heti sörök, de az időjárás befolyásolására alkalmatlanok. Tehát nyári sörök voltak, és ma hóvihar volt. Leesett a hó. Tegnap mostam meg az autót. Most már úgy néz ki, mint egy hányás. Akkor ez volt a baj? Nem kellett volna autót mosni, igaz? Te gyönyörű állat, te! Szép! Annyira jókat csinálnak ezek a hajnaliék. A múltkor valami porterféleségeket csináltak, és döbbenetesen jók voltak a söreik. Na! Valami jó édes. Olyan... Ez jobban kiegyensúlyozott, mint az előző kettő. Hát a komlóssága és a malátássága. Ez az, amit kerestem az előző kettőben. Hajnali milyen felhő. Dreaming of Clouds. Ez hó. Ez most egy 3 gyümölcsös Berliner Weisse 5,3%-kal. Most nem szítsz meg senkit? Tehát a múlt héten ki adta le késve a pályaművet? Rekettye. Hely, Rekettye. Az Rekettye anyagbeszerzője. Most nincs Rekettye. Úgy van? Nincsen. Nincs a Rekettyének a gerillájban. Na jó. Van 2 is. Mondd a tételeket. Hát az első azt mondta egy ilyen Rekettye gerilla, hajnali sörfőzők, Fruit Fantasies, mangó és őszi barackos savanyú sör. Imádni fogod. Ez az alacsony pH-jú? Mert láttam ott a leírásban valamelyik van egy alacsony pH-jú, ami nem tudom, már nyilván... Csak ez lehet. Csak ez lehet? Csak ez lehet az összesből. Azt mondja, őszi barackos marakujás, Berliner Weisse, tehát ez egy gyümölcsös, savanyú búzasör. A cél az volt, az ismertetőben megírták, hogy kifejezetten alacsony pH-jú sört állítsanak elő, de nem tudom, hogy írják-e a pH értékét. Ádám sem tudott ellenállni az éden csábításának. Azért gyerekek, vegyük át a teremtés könyvét még az Ószövetségben, tehát igazából Éva volt, ugye minden földműves vallás nőgyűlölő klasszikusan, akár a zsidó, akár az iszlám, akár a kereszténység, szóval Évára van kenve, az nem Ádámra, Ádámot már csak bevitte a bűnbe Éva, na mindegy, szóval vízárpamaláta, búzamaláta, őszi barack, zappehely, marakuja, komló, élesztő, laktobacillus kultúra, hol a pH? Tessék ráírni. Igen. Szép is. Szépek és jók. Ezekre a hajnali sörfőzőkre erre garanciát vállalok. Berliner Weisse. Lehet, hogy a... savanyú, de nem ihatatlan. Most már múlt héten annyira kisütöttem a savanyúság érzékelésemet, hogy ezt igazából inkább egy normálisnak érzem. Van teste, igen, 5-3, van teste, ez nem annyira laza, tehát ezzel óvatosabban kell bánni a vízparti elhajlásom. Nem tudom, hány pontot adnék rá, ha ez egy X-faktor lenne. 10-ből nem is tudom, valahol 8-9 körül nagyon jó, nagyon komplex, nem annyira savanyú, én azt hittem, hogy durvább lesz, olyan lesz, hogy elkezd így bomlani a fejem. És kiugranak a szemgolyóim, ez lesz volna a minimum. Nem tudom melyik benne, a marakuja és az őszi barack is, nem ismerném fel az őszi barackot, de egy nagyon jó ilyen metszően tiszta, határozottan gyümölcsös, tehát olyan természetes gyümölcsös, egyáltalán nem műgyümölcsös. Annyira nem savanyú, tehát a Sugar Lips-ünket még nem tudták überelni. Mennyi a pH-ja a Sugar Lips-nek? Sokan szeretnék újra. De miért nem? Ja, mert terveztek valamit. Lesz más, lesz folyamatosan, jön folyamatosan. De ma valami szivárogtas ki, mit forralsz? Viharsarokkal lesz egy kollabunk nem sokára. De mi? Hát ez... savanyú? Nagyon nagy titok. Na jó. Csomó verset már lehetett rá írni, annak már meg is van a nyertese, rá is kerül a címkére. Úgyhogy húsvét is lesz. Ja, jó. Na? Kísérleti nyúl mementó, mogyoró vajas lekváros. A telefonban már mondták neked, hogy gyere Szilárd, van egy jó mogyoró vajas lekváros sörünk? Hát már tudtam róla hamarabb, igen, nekem szimpatikus volt. Eladható termék lesz szerintem, fogják kedvelni. Ez is írósör, úgyhogy ki tudod nyitni majd. Mi más lenne, mint egy savanyú sör, azért Szilárd nagy erőkkel dolgozik rajta, hogy mégis a nyarat csináljon. 6,4%-os, 8-as IBU, tehát gyakorlatilag egyáltalán nem lesz keserű. És ez egy Peanut Butter and Jelly Imperial Gose, tehát egy sós savanyú sör. A peanut butter ugye nem összetévesztendő a nutellával, tehát az amerikai mogyoró krém, ez a mogyoró vaj, amit a szegényebb néposztályoknál ugye az iskolába menő szendvicset csinálják a gyerekeknek, tehát az nem egy kakaós mogyorókrém, sőt nem is édes, az egy sós mogyorókrém. Én nem is szeretem, én inkább nutellás vagyok. És hát majd ha kitöltöttem, akkor... Oh, júj! Oh, de szép! Ah, ma! Oh, jaj, de gyönyörű hab! Egyébként ez is szép volt, a hajnali marakuja. Gyönyörű, gyönyörű az áttetszősége is a sörnek, és ez is szép. Mondjuk nekem kicsit meredek ez a peanut butter. Ha ez egy ilyen Forma 1-es retrofilm lenne, akkor elképesztően izgalmas, ráfordulnak a célegyenesre, és ez most elkezdte szorongatni a hajnali sörfőzőket, hihetetlenül ki van ezt találva a mogyoró. Drágám, ezt meg kell kóstolnod a képhatáron kívül. Úgy van. Ah, az évszázad. Évszázad sörre. Hű, ez nagyon jó. És hogy ez is egy irodalmár sör. Érdekes. Na, nem azt mondod, hogy Isten császár? Az író és a színes felsőré. De jó? Jó. Ugye, hogy nagyon jó? Hú. Bár én a sóságot annyira nem érzem, inkább csak a savanyú. Egy ilyen normális piros alvópóló van rajta, szerintem lehetne, beülhetne, de nem fog. Nem szeret sima piros, tacskókutyás, pomponos sapkás tacskókutyákat tartalmazó. Cinki Ferenc író, sose hallottam róla, utána néztem. Józsi meg azért nincs, mert vendégek vannak náluk, képzeljétek el. Szóval, Cinki Ferenc nem nagyon termékeny író. Egy regényét találtam meg a könyvesboltban, a Pozsonyi metróról. Nem olvastam belőle nyilván egy sor se, úgy képzelem, hogy ez a kelet-európai mágikus realizmus, tehát ez a Gogol, Bulgakov féle, hogy a pozsonyi metró, hogy elkezdték építeni, aztán beköltöztek a zombik az alagútba, vagy valami ilyesmi. Mindegy, ezt nem fogom elolvasni. Elment a palackozóban, néztem a Facebook oldalát Cinki Ferencnek, kövessétek, lájkoljátok. Remélem ezt ő is tudja értékelni, hogy egy megdöbbentően felháborítóan jó és érdekes sört szültek a fehér nyúlnál, bár a habtartóság azért. Kitöltve nagyon jó volt a habja. Hát így már nem. Elég extrém? Elég extrém, elég extrém. Nekünk tetszik, mert pont elég extrém, ugye? Igen, igen, igen. Szeretni fogják amúgy. Te nem, de az emberek igen. Ezt fogod te szeretni. Igen. Brewing Vibes. Az ki? Wings. És a sör neve az Wings. Ja, ő is egy... Brewing Vibes. Vibes itt. Ki az ördög a Brewing Vibes? Hát Brewing Vibes Pista? Már itt áll tőlük terméket. Ők az Ugarnál gerilla. Mit ittam tőlük? duplán hidegkomlózott dupla IPA. Ez a számomra teljesen értelmezhetetlen dolog, hogy a Kvejk egy norvég élesztő, ami magas hőmérsékleten erjeszt, hogy ez miért nem egy nigériai élesztő törzs, vagy valami. Ah, de jó illata van, olyan kis friss. És hát gondolom, hogy simán az illatban nem kell, hogy benne legyen a... Ah, gyönyörű a habja. És most egy ilyen kis könnyedet csináltak, ilyen kis elszálló madarasat. Kis könnyű pélél, innivaló inni, 5-8-as. Ez olyan, mint egy 80-as évekbeli ilyen amerikai nyál West Coast zenekarnak a lemezborítója, nem tudom, ilyen Night Ranger, Totó, ilyesmi. Kansas. Wings, és ez olyan, mint a zenekarnak a neve, tehát lehetne egy Wings, bár ugye a Wings Paul McCartney és a Wings volt, tehát ez megint egy másik. Simcoe, Mosaic és egy Brue 1 nevű komló, amiről szintén sose hallottam. Gondolom egy jó kis ilyen füves, citrusos valami lesz. Ha, már rögtön az elején látszik, hogy ők a habot nem veszik félváról, meg hát lehet, hogy gózéban nehezebb tartós habot csinálni, mint pélében. A habot nagyon lerakták. Ha. Ó. Igen, jó dolog a peanut butter, de azért az ember hogy meg tud örülni egy... ez inkább füves, déli gyümölcsös, mint citrusos. Aranyló felszín, darvak siklanak habján, alkonyi lápnak. Tartós habként terjed az irodalom a magyar kisüzemi sörfőzésben. 5,8%-os Simcoe Mosaic Brue 1. Azért pélél, mert a keserűsége viszonylag alacsony, mert ez egyébként ipának hívnám én. Jó volt, támogatom, csináljanak még ilyeneket. Ugar, rebranding, az Ugar mindent bedobozolt, az összes dobozzal megtalálható nálunk, ha valakit érdekel. Ez egy Szencsa teás ipa. Igen. Szűzlányok szedték a teát. Ez a hírjárja. A combjukkal. Nem tudom igazolni, cáfolni se. De valószínűleg. Ez egy kubai szivar legenda, ne keverjük a japán tea legendákkal. De jó lett amúgy nagyon. Nagyon könnyű, nagyon kis ízű. Érzed rajta a teát, nem rossz történet, és tetszik ez az új címke. Nekem is. Teás Session IPA, gyönyörű a doboz, tényleg. Puszta tea time. Azt nem is tudtam elképzelni, az milyen az a puszta tea time. Csikos és gulás, ugye a Hungarian Sombreróban leülnek a gémeskút peremére, lógatják a lábukat és főznek valami teát. Az vele a bajom, szerintem a tea nagyon illik a sörhöz, legalábbis az ipákhoz, vagy az ilyen citrusos jellegű sörökhöz, hát ugye a legjobb a Hoptopnak a Ceylon Badia. Ebben a vonatkozásban ez zöldteás, és én nagy zöldteás vagyok, illetve általában nagy teás vagyok, tehát van mindenféle zöldteám. Ez például egy ilyen jázminos gunpowderre pödört. Kicsit vásár is a jázmin íz. Vannak ilyen mindenféle kis szériás idiótaságaim, ez a TIEGUANIN, ami ilyen nagyon gyöngyvirágos. Bár ugye ezeket elvileg soha nem ízesítik, hanem maguktól olyan az ízük. Van ilyen kis golyóba sodort, ami kinyílik egy virággá, meg mindenféle, figyelj, elképesztő buzulást lehet rendezni zöld teákban. Ez például ez a gusán, vagy valamilyen régi erdő, ez igazából vörös tea. Szóval mondom, én egész nap teázok, sokkal több teát iszom, mint sört. Egyfajta tea van, amit annyira nem kedvelek, és az a japán zöld tea. Ugye van a bancha, sencha, kukicha, ezek a poros izék, én nem bírom az ízüket. Meg hát az ember vagy kínai, vagy japán, ugye én inkább a kínai kultúrkört érzem magaménak. és a japán autókat és motorokat. Szóval Ugar puszta tea time, de jó színe van. Ó, de szép habja van. Vagy szereted a szencsát, meg ezt a japán teavilágot, vagy nem. Napi perfekt hab. Minőségi száraz teákkal bolondítottuk meg úgy, hogy az alapsör komlóknak köszönhető illatát és ízjegyeit ne elnyomják, hanem azokkal közösen egy még izgalmasabb sört hozzanak létre. Marisotter, komlók, Amarillo, Azakka, Centennial, Mosaic, Brue 1, mert ez is BRU 1, 5,4%. De mi ez? Ja, hogy session IPA. Dicséretesen hátul van a tea. Rengeteg zöld tea. Kevés a zöld tea. És ez Szencsa IPA 5-4. Erre egy hipermarketben imperiál IPA-t írnának. Ja igen, a redesign miatt nem csak a doboz más, hanem lett neki egy emblémája, és egy jelmondata. Ugar Brewery, nem pusztán sör. Mindig csak a móka, gyerekek, de ez egy gyönyörű sör. Ismét egy hajnali. De mi az, hogy Fogra 39? Fogra 39, halvány fogalmam sincsen, de ez a stúdiójukkal közös sör, ez egy neipa. Milyen stúdiójukkal? Aki a címkéket csinálja. Ott látható. A Rekettye stúdiójának? Nem, a Hajnali stúdiója. Az a Rekettye két sörfőzője, nem? A igen, Hajnali. De más a stúdiójuk, más dizájnolja őket. Rekettye Zoli, nem csap szét köztük, hogy mit művészkednek ott? Hát szerintem azért nem, mert az ő tartályba főzik gerillaként, effektív pénze van belőle ugyanúgy. Innentől kit érdekel a történet. Jó, amíg és... ömlik a pénz a házhoz, mit foglalkozol vele, hogy honnan ömlik? És ez mi? New England. Sose fogjuk megtudni, hogy mi ez a Fogra 39, meg hogy itt ezekkel a ruhaszárító csipeszekkel, meg kockákkal mit csinálnak a gyerekek. Lehet, hogy van ez, amikor tudod, a grafikusok a sorok között üzennek egymásnak a grafikával. Egy kóstoló a paradicsom mérgéből, amelynek már most függője vagy, így már te is toxikus lettél. Hát a függő az még nem toxikus, na mindegy. Szűretlen és pasztőrizálatlan felsőerjesztésű kisüzemi sör. Lizárpamalát, az abmalát, az appehely, Mosaic, Southern Passion, Simcoe, Citra. Ez lenne az, ezek lennének azok a betűk, tehát az olvashatóság nem erőssége. Mindegy, hát az olvashatóság a fehér nyúlnak vannak ezek az irodalmi ambíciói. Tehát egy duplán hideg komlózott neipa. Lassan, mintha már kihalnának a neipák. Az ember már... ez az. Megörül egynek. De azért mindenképpen örömteli. Ez a Brue 1. Olyan kókuszos. Olyan szabrós, de szabrót. Írtak ezen szabrót. Mosaic, Southern Passion, Simcoe, Citra. Minek van ennyire kókuszos íze? Ja, várjál, a remek csapat mellé, és kifejezetten grafikus csapatunknak, a kis csipes stúdióval való sikeres együttműködés fontos eleme söreinknek, megjelenésnek tükrözni kell a sörbe eltartalmát. Gyerekek, ebben nagyon ne éljétek bele magatokat. Tehát ez hogyan? Mi köze van a... Jó, biztos van valami köze a beltartalomhoz, de hát ez olyan, amikor tudod, a jazz zenész megír egy kompozíciót, és a végén kell neki adni egy címet. És akkor mit tudom én, mi lesz a kompozíció, vagy egy nonfiguratív festő fest egy nagy katyvaszt, és akkor a végén rá kell írni, hogy nem tudom, a szabadság vezeti a népet, vagy valami hasonló. The painting was so fluid, Park essentially drew in space, so that drawing elements would happen quite literally in the air before falling down to the canvas below. Ez egy nagyon jó modern neipa, aminek nem tudom, hogy mitől érzem ezt a nagyon kellemes kókuszos ízét, amikor a komlók alapján nem kéne, hogy kókuszos ízt érezzek. Mosaic, Southern, ez a Southern Passion, erről se hallottam. Simcoe és Citra, akkor lehet, hogy a Southern Passion. Hogy nem az a déli gyümölcsös, a déli gyümölcsök közül csak a kókusz, de az gyönyörűen jön benne. Edzeni voltál? Nem értem oda ma sem, mert most rengeteg új sör jött, azt mindent bevételezni kellett, meg bevinni a gépbe, meg fölvinni a webshopba, meg megyünk még a stúdióba. Na, utolsó. Horizont, Double Morning Joe. Games, Double Morning Joe, brutál jól néz ki ez a fekete tapéta rajta. És mi a Morning Joe lényege? Az egy reggeli stout volt, ez ugye a dupla változata. Yes, és ez egy dupla stout? Aha. Hány százalék? 9. Oh, kóstoltad? Igen. Sima kávés stout, erős. Annyira érzéketlen tekintettel tudsz mondani egy ilyet, nekem... ahelyett, hogy azt mondanod, ó, de csodálatos. Egy dupla stout, rengeteget látunk, mert én nem tudom megkülönböztetni, ha leraksz elém 5-9%-os ilyen stoutot, hogy ez most mivel másabb, mivel kávésabb, mivel, hogy ez japán kávéval van, vagy egy tevehugy kávéval, halványbüdös fogalmam sincsen, de jó. A gyerek meg elment az óvodába, nem, visszajön. Ott van már bennem, már az előbb is. Majd kirúgtassák csak. Zárótételünk Horizont Selfish Games, tehát amikor maguknak játszanak, olyat, amit akarnak, Double Morning Joe, 9%, Hú, de jó ez a címke. Ez a kis rücsis tapéta, ez mekkora sláger volt, nem is tudom, mikor jött divatban a rücsis tapéta, amikor a ilyen, hozzá voltak keverve ilyen fadarabok. Mikor jött divatba rücsis? Az a fűrészporos tapéta. Ugye? Kegyetlenül jó az a címke. Egyszerű. Ugye, és a halálfej motívumból mindig lehet valami újat és vicceset, és annyira érdekes, hogy ezzel a két X-el és ezzel a macskabajusszal annyira jó lett. Nem szívesen kóstolom meg, mert most Józsi sincs itt, ezt igazából elraknám valamelyik másik napra. Kávé, kakaóbab, homló élesztő, uram Isten. Szintén fekete doboz. Igaz, Józsikám, majd legközelebb úgy intézed a vendégséget. Mint a Szilárd egy kicsit sokalta volna az új söröket, hogy hú, milyen sok jön most ki. Úristen, ez de szép. De én azt mondom, hogy nem, most komolyan mondom, meghatódtam. De amennyiben ezt a szintet sikerül tartani, hú, és ez az illat. Double Morning Joe. Csak azért nem tettem le a hajamat, mert már 4-jel ezelőtt leraktam. Uramisten, uramisten. Kávé, kakaó. Visszatérve a Forma 1-es filmekhez, vagy a bármilyen ilyen versenyfilmekhez, ez tényleg egy ilyen rettenetes hatos befutó.